Előzetes letartóztatásba helyezték a bicskei gyermekotthon vezetőjét, aki a megalapozott gyanú szerint éveken át több rábízott gyereket molesztált. A János bácsiként emlegetett férfi ellen korábban már több panasz érkezett, ellenőrzések is voltak a gyerekotthonban, mégsem történt semmi. Az ügyről most Mornán László gyermekvédelmi szakemberrel beszélgetünk, aki korábban munkakapcsolatban volt a letartóztatott, illetve az előzetes letartóztatásba helyezett vezetővel. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Hogy eljött hozzánk. Ön ugye tehát többször is találkozott a bicskei gyermekotthon vezetőjével. Egy korábbi nyilatkozatából kiderül, pontosan idézem, visszagondolva gyanús momentum, volt egy gyanús momentum. Kifejteni, hogy miről beszélt akkor? Ez mindössze 26 évvel ezelőtt történt, amikor fültanúja voltam annak, hogy a fenntartó részéről Vásárhelyi úr kapott egy figyelmeztetést, ami tömören úgy hangzott, hogy nem kellene simogatni a kisfiúkat. Nyilván ez ennyi, bele lehet gondolni többet is, de valójában arról van szó, hogy éles szemű vezető észrevette azt, amit észre lehet venni, hangsúlyozom, csak egy éles szemű embernek, ami az átlagot meghaladó és már nem normálisnak nevezhető simogatás lehetett. Ilyenkor egyébként nem lép életbe egy jelzőrendszer? A jelző... ami ugye megpróbálja akkor jobban megvizsgálni, vagy jobban megérteni, esetleg jobban kideríteni egy ilyen történetet, ahol nyilvánvalóan óriási a látencia. A jelzőrendszer alapból kell, hogy működjön. Hát az az igazság, hogy szerintem ez a korabeli információ úgy, ahogy van, elsikkadt. Ha lenne idő, elmondanám, hogy ennek az is egy összetevője, hogy az ilyen típusú elkövetők jó értelemben és rossz értelemben egyaránt megpróbálják eladni magukat a környezetüknek. Tehát, hogy nagyon népszerűek, nagyon népszerű. Jó kommunikációs képességűek valószínűleg, igen. Nagyon kedveltek lehetnek baráti társaságban erre, igen. Erre, ezért valószínűleg hát letakarásra került ez a dolog, vagy soha többet. Hosszú-hosszú éveken keresztül. Ez olyan érdekes, hogy egyébként, mert pont a családon belüli erőszakkal kapcsolatosan, és az egyik ilyen általánosan elfogadott sztereotípia, hogy általában azok az emberek, akik ezt elkövetik, vagy a bántalmazásokat, azokról a barátok el se tudják képzelni, mert hogy egy áldott jó ember, és hogy mennyire barátságos, hogy ő biztos nem tenne ilyet, és akkor nem is foglalkoznak ezekkel a vészjelzésekkel. Pontosan így van, a társadalomban, de a gyermekvédelmi szakmában is élnek tévhitek. Ez a tévhitek egyike, hogy az ilyen típusú elkövető, az biztos már messziről látszik, csúnya és gonosz. Igen, igen, igen. Ezzel szemben ugyanolyan ember, mint valamennyien vagyunk, megjelenésünkbe, viselkedésünkbe, sőt, az átlagot meghaladó együttműködést, szeretetet, barátságosságot sugároz, ami önmagában némi gyanút alapozhat meg. Több hasonló eset is napvilágra látott az elmúlt időszakban e tekintetben, e témakörben. Ön szerint mi ennek az oka? Fogalmam nincs, szerintem véletlenszerűségről van szó, ha csak nem az, jöhet még szóba, hogy az egyik eset indukálja a másikat. Miként... Mernek szó megszólalni, nem? Pontosan erről az van is, szó. Az is, hogy az három fiatal névvel arccal együtt vállalta azt, hogy mi történt velük, hát ez egy óriási nagy lelki erő kellett és bátorság. Igen, ezt azért külső támogatóktól is ő megkapta, de hihetetlen erőfeszítésébe kerülhetett, hogy ennyi év traumájával kiállni a nyilvánosság elé, és benne van az a nagyon-nagyon jó szándék is, hogy más gyerekeknek hasonló módon az áldozattá válását meg tudjuk előzni. Mit lehet tenni ön szerint? Mi az, ami egy picit jobban kellene, hogy működjön? A minimum az, hogy 3 éves kortól a gyerekeket tanítani kell. Tanítani kell arra, hogy melyek az intim területek. Tanítani kell arra, hogy mi a különbség jó érintés és rossz érintés között. Jó titok és rossz titok között. Mit jelent a felelősség? Azaz, hogy egy gyermek sohasem felelős azért, ami vele megtörténik ilyen vonatkozásban. Tanítani kell az érdekérvényesítő képességet, hogy mit kell tennie, hova fordulhat. Ez az egyik része a dolognak. A másik része, hogy minden intézményesen, szakmaszerűen gyermekekkel foglalkozó szakembereknek, személyzetnek szintén oktatásra van szükségük, mert egyrészt a jelzőrendszer nyikorogva működik, vagy sehogy, másrészt pedig ugyanolyan fokú a naivitás, mint a társadalomban, hogy mit tegyek, hogy tegyek,
teljesek, nagyfokú tévhitek vannak, ezeket a tévhiteket mind le kell bombázni, és minden intézménynek egy eljárásrendet kell kidolgozni arra az esetre, hogyha a gyanúja felmerül, hiszen bizonyítani a rendőrhatóság dolga, nem a dolgozóké vagy az intézmény, ha felmerül szexuális bántalmazásnak, vagy egyáltalán a rossz bánásmódnak a gyanúja, akkor milyen eljárást kell követni? Hát és ez a legnehezebb egyébként ennek a bizonyítása, amikor ugye egy nyomozati szakasz során, meg a bírósági szakaszban is egy állítás, egy tagadás van. Igen. És ott van általában egy fiatalkorú, és ott van vele szemben egy tekintélyt sugalló, méltóságos, középkorú ember, aki ráadásul ugye 26 éve vezeti az intézményt, Bicske díszpolgára, állami kitüntetést kapott. Nehéz. Igen. Azt még mindenképpen hozzátenném, hogy az orvostudomány adós ennek a problémának a kezelésével. A cseh köztársaságban például a kasztrálás engedélyezett. Nyilván ez emberi jogi szempontból nem tűnik problémamentesnek, de ez is mutatja, hogy más hatékony mód, terápia az ilyen típusú betegségre nincsen. Hát ami borzasztó nehéz, mert ugye lehet, hogy nem is a terápia kell, hanem valóban az, hogy meg kell történnie annak, hogy hogyan emelik ki a társadalomból ugye ezeket az embereket, és ott aztán a segítségnyújtás valószínűleg az lehet a megoldás erre. Ön szerint mekkora lehet, ugye a látenciáról beszéltünk, de csak így érintőlegesen, mekkora lehet a látencia ezen a területen? Hát vannak nemzetközi felmérések, de hát igazából hiteles választ nem tudunk adni erre a kérdésre, de úgy a családon belüli, mint a családon kívüli intézményes formában megvalósuló szexuális visszaélések, hát nagyon nagy százalékban letakarva maradnak. Hát nagyon nagy, és akkor nem is mond százalékot. Nem merek. Nem mer. Nem. Nem tudhatjuk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Köszönöm én is.